Újvidékre ma Verbászról, Nagykikindáról, valamint Nagybecskerekről érkeztek az elégedetlen gazdák. Céljuk az volt, hogy átadják követeléseiket Dragan Glamočić volt mezőgazdasági miniszternek. A termőföldről szóló törvény módosítási javaslata alapján az állami földek egy részét akár 30 évre is átjátszhatnák a külföldi befektetők kezére. Állítják a kistermelők, akik a módosítási javaslat visszavonását követelik. Mi a földművelésből élünk, ez adja kenyerünket. Ha elveszik a földünket, elvesznek tőlünk mindent. Ezért nem értünk egyet a törvénnyel sem. A megmozduláson többek között az a kérdés is felmerült, hogy milyen lesz a fiatal földművesek jövője, ha a termőföld nagy része külföldi befektetők kezébe kerül. A mezőgazdasági karon végeztem és földműveléssel foglalkozom. Azonban, ha a törvényt módosítják, nekünk fiataloknak nem lesz lehetőségünk, hogy saját földünkön termeljünk és ebből éljünk. Az elégedetlen földművesek egyre többen vannak, és bejelentették, hogy a jövő hét folyamán a tartományi kormány előtt is tiltakozást terveznek.